Csütörtök este egy nézőnk értesített minket arról, hogy halálos kutyatámadás történt Hetényegyházán. Ahogy tudjuk, az idősnőt a lábán harapta meg egy német juhász, és elvérzett. A kutyát egy halott néni mellett találták, egyelőre nem lehet tudni, köze van-e a nő halálához. Hornyákné Boros Saroltától, az állatvédelmi őrszolgálat vezetőjétől megtudtuk, a kutya teljesen jámbornak tűnik, nem feltételeznék róla az agresszív viselkedést. Jelenleg megfigyelés alatt tartják az ebet. Egyéb információt az esetről az ebrendészet a nyomozás végéig nem adhat ki. A rendőrség megkeresésünkre elmondta, a Kecskeméti Rendőrkapitányság közigazgatási hatósági eljárást folytat egy Hetényegyházán meghalt személy ügyében. A halálesettel kapcsolatban ez idáig idegenkezűség, bűncselekmény gyanúja nem merült fel. A rendőrök a szemle során a helyszínen valóban találtak egy kutyát. Az állattal kapcsolatban vizsgálják, hogy van-e köze a halálesethez.